Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Alaposan átrendeződtek a videókártya piacon a dolgok az utóbbi időszakban. Így most úgy gondoltam, hogy egy olyan videót készítek, amiben friss információk alapján sorra veszem az olyan videókártyákat különféle kategóriákban, amin érdemes lesz gondolkodnunk, hogyha videókártya vásárlást fontolgatunk. Én mindenféleképpen a lehető legjobb árértékarányú modelleket fogom most felsorolni, és egy kis kiegészítő jellemzése is fogok róla azért szolgálni, hogy kicsit jobban átlássuk a dolgokat, hogy mégis milyen árban és milyen kategóriában milyen videókártyát fogunk vásárolni. Ugye szét fogom szedni azt szerint is, hogy AMD és Nvidia. El fogom mondani például egyes típusoknál, hogy ha AMD-be gondolkodunk, ha Nvidia-ba gondolkodunk, ugyanis annyira fej-fej mellett vannak a termékeik, árban is és teljesítményben is, hogy tényleg sok esetben már tényleg az lesz a döntő szempont, hogy most ki melyik félnek a kártyáját szeretné venni, AMD-t vagy Nvidia-t, viszont lesznek átfedések is, mikor például inkább lesz érdemes az egyik oldal mellett dönteni, hogyha olyan árba vagy kategóriába gondolkodunk, azért mert ott csak az egyik gyártó kínál jobb lehetőséget. Na de kezdjük el! Elsőként az RX 460-at emelném ki, és azon belül is a Gigabyte-ot, ami rendkívüli módon jó árba van a többi modellhez képest. És hát ugye RX 460 teljesítmény szempontjából nagyjából a GTX 950 szintjét hozza. Játékfüggvénye van, ahol erősebb, van, ahol gyengébb. Összességében tud annyit, mint a GTX 950. És hát azt látjuk, hogy például a PCX-ben 36.500 forintért is megkapható. Akinek nincsen konkrét elgondolása, hogy ő csak is Nvidia-t akar, és mondjuk vacilál egy komolyabb áru GTX 950 és e között, szerintem árérték arányban tekintve, hogy azért ez olcsóbb, és teljesítményben körülbelül ott van, ahol a 950, lehet, hogy inkább ezt fogja megérni. Na de hogyha Nvidia oldalba gondolkodunk, hasonló kategóriában, ami jelenleg most a legjobb árba van, hát eddig is ez volt a legjobb árba végül is, de most már 42.400 forinttól is megkapható, az az egy ventilátoros Gigabyte GTX 950 OC videókártya. Teljesen megfelelő ez a kártya, teszteltem is egy ilyen modellt, nem lesz hangos, meg semmi ilyesmire nem kell gondolni. Az ára miatt ezt a GTX 950-et tudnám javasolni, hogyha ilyenben gondolkodunk, és semmiféleképpen nem az Asus féle 50 meg 55 ezer forintos, vagy nem tudom mennyibe kerülő GTX 950 modellt. A GTX 960-akat egy másik videó keretében kitiltottam a lehetőség listáról, menjenek a francba, 60 meg 70 meg esetenként, elég sok esetben 70 ezer forint fölötti árazással a GTX 960-akkal. Senkinek nem tanácsolnám, hogy ilyen áron GTX 960-at vegyen, legyen az 2 vagy 4 GB-os, ahogyan R9 380-at sem, abban az esetben, hogyha tényleg olyan áron kapható. Viszont egy lehetőséget találtam, mint GTX 960-ból, az a Gigabyte G1 Gaming, és egy helyen található 56 ezer forintért. Talán ez még az a kategória, hogy ez belefér. Ha tényleg ilyen kártyát szeretnénk, mindenféleképpen GeForce-ot és egy kicsit komolyabbat például a 950-nél, akkor jelenleg ez az egy lehetőség van, csapjunk le rá gyorsan, de 60 meg 70 ezer forintért, vagy még fölötte is, szerintem meneküljünk el a GTX 960-aktól, nem fogja megérni. De ha már itt vagyunk a GTX 960-aknál, látni fogjátok később a videóban, hogy olyan árazás mellett milyen kártyákat fogok mutatni és jellemezni. De itt vagyunk a GTX 960-nál. Ugye a teljesítménye az egy hajszállal gyengébb a néhai GTX 770-nél. Nagyjából a GTX 680-nak a szintje körül van, ami erősen játékfüggő persze, de egy kifejezetten erősebb kártyának nem nevezném. Ugye hasonló a R9 380 is AMD oldalon. Korábbi AMD kártyákat nézve, valahol az R9 280 és a 280X között helyezkednek el, még korábbikat nézve a HD szériából a 7970 kártyának a teljesítménye körül vannak. Persze ez már annyira a driverektől is függ, hogy már milyen drivereket adtak ki azóta, milyen játék, de hogyha korábbi kártyákhoz akarom
hozzá hasonlítani, akkor ezeket a példákat tudnám felhozni. Na viszont AMD oldalon az R9380-ból is van egy nagyszerű árérték arányú modell, az Asus Strix 53-54 ezer forintnál indul. Ha vacilálnánk az Asus GTX 950 is e között, mivel hogy közel egy árban van a kettő, ezt érdemes venni, ezt ajánlom. Egy kicsit komolyabb árkategóriát ugorva, árkategóriát, de főleg szintet, már 66 ezer forinttól megtaláljuk a Zafir RX 470 Nitro 4 GB-ot. Hát igen emberek, ez az a kártya, ami tökéletesen a 4 GB-os GTX 960, vagy akár az R9380 árába van, sok helyen még olcsóbb is. És még a GTX 960, más alternatívákat tekintve egy GTX 680, kis túlzással GTX 770 szintű kártya, addig az RX 470, kis túlzással GTX 970 szintű kártya. Elég arra gondolunk, hogy például tudjuk, hogy régen volt a GTX 770, volt a GTX 780, és a fölött volt bőségesen a GTX 970, és ez a kártya már majdnem ott van. És hogy most ezt a két dolgot egy árba kapjuk meg, hát ez eléggé röhely. Akik így nem jártak utána, vagy évek óta nem nézik a árversenyt, a teljesítményversenyt, lehet csak hülyén néznek rám, mikor azt mondom, hogy ne vegyenek GTX 960-at ugyanolyan árért, mint amiért RX 470-et lehet kapni. Hát régen ez meg úgy nézett ki, hogy volt a GTX 770, olyan 80 ezer forintért, volt a GTX 780 olyan 140 ezer forintért, és ugye nem a GTX 780-ról beszélünk, hanem most a 970-ről, ami bőségesen elősebb még a 780-nál is. És ezt most ide préselték nekünk egy árazásba, és az a furcsa helyzet állt elő, hogy még a GTX 960-akat is el fogják tudni adni. Biztos sokan megveszik még most is, mert annyira nincsenek képben erről az emberek, annyira nem követik ezt a témát, hogy ilyen dolgokkal így át lehet baszni őket tulajdonképpen. És hát milyen nagy dolgok voltak ezek a teljesítmény különbségek, és elég nagy különbségről van szó korábban. Most pedig ide dörgölnek két videókártyát ugyanolyan árral, amiért régebben sok 10 000 forintot meg kellett fizetnünk. De hogyha azt vesszük, hogy az OC-zott GTX 970-ek sorra hozták a 780 Ti-nek a szintjét, akkor 770 vs 780 Ti, hát 3 évvel ezelőtt olyan 100 000 forint volt a differencia a két kártya között. Most ugye dörgölik nekünk mindkettő teljesítményt 60 000 forintért. Hát dönts el mindenki, hogy melyiket válassza. De hogyha nem szívlelnénk az AMD alternatívát, nagyon közel van árba az MSI-nek az Armor X változata, GTX 1060 alatt, 3 GB-os, és bár ez nem a 6 GB-os modell, mégis erősebb ez a kártya a GTX 970-nél. Hogyha a GTX 970 vs GTX 980-hoz kellene mérni, akkor még mindig közelebb áll a GTX 980 teljesítményéhez, és gyakorlatilag még ez is olyan árba van, mint bizonyos GTX 960-as modellek, és hát akkor azért úgy érezzük, hogy GTX 680 kis túlzással 770 teljesítmény vs kis túlzással GTX 980 teljesítmény. Tehát áll ez a kártya olyan közel a GTX 980-hoz, mint a GTX 960 a 770-hez. Szóval, hogyha megadjuk a 960-nak azt az előnyt, hogy tud 770 szintet, meg lehet ennek a kártyának is adni azt az előnyt, hogy ez meg tud akkor GTX 980 szintet. És egy árba. És persze rá is fejel a GTX 970-ek jelenlegi árérték arányára is, ugyanis egy erősebb modell és kedvezőbb áron. Egyébként RX 470-ből tudom javasolni az árazása miatt az Asus modellt is és a Gigabyte modellt is. Láthatjuk, hogy ezek is nagyon hasonló árban vannak, mint a Zafir, és ugyanúgy egy jó célzott custom hűtéses kártyát fogunk kapni. De itt van nekünk egy kicsit komolyabb áron és egy kicsit komolyabb teljesítménnyel az RX 470-hez képest az RX 480 Zafir alatt. Ugye a 4 GB-os modell, GTX 970 körüli szint, kedvező áron, jó árérték arányjal. Ha ezen tovább akarunk lépni, akkor Gigabyte GTX 1060, WindForce 2 6 GB, 83-84 ezer forintos induló árral. Már hangsúlyozom, hogy már ténylegesen GTX 980 teljesítményt kapunk, elég kedvező áron. Vagy a konkurens oldalon, szintén a Zafir RX 480,
87-88 ezer forinttól, ugye ez már a 8 GB-os verzió. Hát a két kártya közül talán a GTX 1060 azért erősebb, Gigabyte alatt kedvezőbb áron is van. Nagyon vacilálunk, akkor talán az 1060-at javasolnám, de hogyha AMD-t szeretnénk, akkor ez a típus is megfelelő választás lesz. Még tovább haladva, eljutunk a GTX 1070-ekhez, ugye GTX 980 Ti helyenként még annál is jobb teljesítmény. Én a Gigabyte-ot javasolnám az ára miatt, a 140 000 forintnál kezdődik, vagy a Palit modell is hasonló árazásban van, hogyha egy aránylag jó 1070-et szeretnénk Hulk ventilátorral, akkor ez is jó választás lehet, ugyanúgy a GameWard is. Vagy amit még tudnék javasolni, az az EVGA, a GTX 1070 szintén jó árba, jó hűtéssel, kitűnő OC-val. Az MSI, ami nekem van, az is jó, csak az ugye komolyabb áron kapható picikét, de ha valaki mindenféleképpen MSI-t szeretne, akkor az is jó választás. Én is meg vagyok vele elégedve, de azt nem mondom, hogy egy árérték bajnok ezeknek a kártyáknak a fényében. És hát ugye van a GTX 1080, az összes modell még mindig 200 000 forint fölött van. Hát ha valaki a csúcsok csúcsát szeretné, vagy annyira maximumot, akkor ugye kénytelen megvenni. Különben ahol a GTX 1080 elég, ott oda nagyjából az 1070 is elég lesz. Szóval azért a kis különbségért, ami a két kártya között van, nem biztos, hogy megéri azt a hatalmas felárat kifizetni. Tehát hogyha a legjobbra törekszünk, akkor egyelőre az 1080 van, meg majd hamarosan lesz még drágábban az 1080 Ti. A Pascal Titanix-et szerintem meg felejtsük el, ahogy van, mert ugyan arra a sorsa fog jutni, mint a elődje, a Maxwell-es Titanix. 100 000-eket fogunk bukni rajta elég rövid időn belül, hogyha ilyen kártya mellett döntünk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!